Skandert ne degradáljuk kocsma sporttá, ez egy nagyon komoly verseny, amivel világbajnokságot is szerveznek, és tényleg, hogyha valaki ezt versenyszerűen, élsportszerűen űzi, akkor nagyon komoly felkészülést igényel. Hát és van nekünk magyaroknak világbajnok, illetve Európa bajnok skanderes versenyzőnk, őt, illetve a lányát köszöntjük itt a Nyár 24-ben, hiszen vendégünk Kővári né Ivánfi Brigitta és Kővári Korina, tehát itt a Nyár 24-ben. És hát fiúk is érkeztek, tehát meg is tudjuk ezt a sportágat mutatni, sőt, én nagyon bízom abban, hogy Bencét is megnézhetjük, hogy hogy megy neki. Hát igen, azt majd egy kicsit a későbbi ponton, amikor már nem kár értem, hogy esetleg ott maradok az asztalnál, de talán ezt próbáljuk ketté választani. Mindenki skanderozott, hogyha csak visszagondolunk a suliba, akkor persze ez egy természetes, hogy összemérik egymást. Nem csak a férfiak, ezek szerint akkor a lányoknál is most már ez működik, de teljesen más, hogyha valaki ezt élsportként űzi. Ott mik a szabályok és hogy néz ki az edzésprogram egyébként? Igen, ugye már ami egy eltérő szabály, hogy most ha a kocsmasportot nézzük, ott ugye egy sörpadon, vagy egy asztalon, vagy iskolákban ugye a padon nyomják egymással a meccseket. Itt annyi, hogy látszódik is, hogy állva történnek a mérkőzések, tehát egy olyan asztal van kialakítva. Egyedül a parasportolóknál, akik tolószékben versenyeznek, őnekik van ülő lehetőség, és ahhoz kisebb az asztal magassága. Ezen belül szigorú szabályok vannak. Mindig igen, volt az a mondás, nem lehet csuklózni, nem lehet használni. Pont a rajt pillanatában nem, tehát a rajt pozíciónál nem lehet használni a csuklót, utána pedig kell, tehát az onnan indul a meccs a csukló erejéből. És hát ehhez nem csak erő kell, ez egy komoly technikai sportág. Igen, mindenképpen szokták kérdezni azt, hogy mennyi a technikai része és mennyi az erő. Azt szoktam erre válaszolni, hogy 50-50%, és még akkor bejön az is mellé, hogy a reakcióidő kinek mennyi, tehát hogy a gyorsasága milyen egy versenyzőnek, mert lehet valaki nagyon erős, nagyon technikás, de ha van egy nagyon gyors versenyző, azzal tud meccset nyerni. Korina, neked mikor tetszett meg a skander? Amikor azt mondtad, hogy jó, hát ezt most már nem csak nézed, hanem kipróbálod, sőt, még versenyezni is fogsz. 4 éves korom óta jártam le anyával a konditeremben, mindig vitt magával egészen kicsi korom óta, és mindig edzettem vele, húzóckodtam, kötélen másztam, majomlétrán felmásztam, de csak így poénból, nem gondoltam akkoriban még komolyan. Aztán, amikor anya egyesületet alapított 2018-ban, akkor kezdtem el versenyszerűen csinálni én is, és úgy komolyabban edzeni az egészre. Egyébként létezik olyan, hogy jó skanderes alapanyag, vagy ez egy alapvetően egy erősport, aki mondjuk jó felépítéssel rendelkező sportoló, mondjuk nehéz atlétikából, vagy innen-onnan testépítésből, súlyemelésből gondolom, akkor specifikus edzéssel jó eséllyel jó skanderes lesz. Ez így van, tehát mindenki van skanderes alkat, szoktuk azt mondani, kimondottan skanderes alkat, tehát gondolok itt például, akinek nagyon hosszú az ujja, nagyon nagy a tenyere, ugye a fogás szempontjából, vagy nagyon hosszú a keze, általában ő belőlük hamarabb lesz jobb skanderes, de azt szoktam mondani, mikor jönnek hozzám is a gyerekek leedzeni, és kipróbálják, mindenkinek azt tudom mondani, hogy tanulni kell, edzeni, és akkor mindenkiből lehet nagyon jó szkanderes. És egy ilyen edzés hogy épül fel? Milyen izmokra kell még fókuszálni, és miket kell még fejleszteni hozzá? Hát ugye speciális edzéseink vannak, a fő edzésünk ami az asztalos edzés, tehát arra fektetünk nagyobb hangsúlyt, és ott is a technikai rész, erőnléti rész. Valamint mi is járunk konditerembe, de nálunk például egy biceps gyakorlat, nem olyan, mint mondjuk egy testépítőnél egy biceps gyakorlat, hanem speciálisan kimondottan a skanderra. Csukló erőre megyünk rá, ugye a fogáserő, az ujjakat erősítjük. A bicepsnek inkább az az alsó rész, ami bekötődik ugye az alkarhoz, a hát nagyon fontos válik. Igazából minden izom kell hozzá a felső testen, csak teljesen máshogy készül. Tudni kell használni. És az egy teljes tévút, amit a Stallone és filmben láttuk, hogy percekig egymásnak feszülnek, csöpög az állukról az izzadság, és akkor ilyen volt versenyben. Hát ezek pillanatokat lejátszódnak ezek a meccsek. Na kipróbáljuk akkor? Nézzük meg, hogy néz ki ez a valóságban. Szerintem, ha létezik rossz skanderes alkat, akkor az én vagyok. De most miért mondod ezt? Azért, mert nem felépítésileg, meg a rommától csuklóval nem gondolom, hogy a legjobb, de azért megnézzük. Szevasztok, srácok! Kapunk egy kis gyors talpalást itt ebből a
Kivel mérkőzünk? Mutassátok meg, hogy kell, ez hogy néz ki, bár egyébként már most csak egy rajtpozíciót bemutatunk, és akkor utána elindulnak belőle, hogy miről szól a történet, tehát hogy így a szabályokra visszatekint, hogy azért tényleg szigorú szabályrendszer van. Ugye a rajtpozíció abból áll, hogy egyenes, tehát a vállaknak párhuzamosra kellene az asztalapjával, a fogásnak van egy középpontja, annak merőlegesnek kell lenni az asztalnak, van egy kijelölt középpontja arra. A könyökőknek ugye lent kell lenni a párnán, a fogantyút azt érintőlegesen, de fogni kell, tehát vagy érintőlegesen, vagy fogni kell, de kapcsolatba kell lenni a fogantyúval. Csukló az egyenes a rajt pillanatában, tehát a rajt pozíciónál, és valamint a hüvelykújnak ezt a felső újpercetet ki kell, hogy látszódjon. Igen, sok szabály van amúgy. Igen, és... Zsenizéindítás van ilyenkor, amikor... Vagy ugye nem, két bíró van a versenyen, van egy vezető és egy segédbíró, mind a ketten úgy találják, hogy rendben van a beállítás, akkor Redigó vezényszóra elindítják a meccset. Ugye megnézik, most egyedül vagyok, meg szoktuk nézni ugye a csuklót, mind a két oldalon vállakat, középpont, és akkor ugye utána Redigóra elindul a meccs. De és a srácoknál van egyértelműen erősebb, vagy ez most egy edzés, itt tudjuk, most hogy ez egy edzés, mind a ketten nagyon erős. Ugye, értem én, hogy húzod ezt a beszélgetést, de nem fogom megúszni, oda, hogy tessék, nézzük kipróbáld, úgyhogy ezt adj ide nekem mindent, úgyhogy nézzük meg. Figyelj. Hát akkor felveszük a rajtpozíciót. Igen. Igen, tehát van a fogás. Jó, de már a szorítás. Még most nem fogtam annyira. Anya, ja nem, mert oké. Okay. Akarsz valamit üzenni? Nem, csak most végig gondoltam az életbiztosítani, de az rendben van. Befizettem a havit. És lehet azt is, hogy csak nem redigózunk, mert nem ugye redigóra akkor gyorsan akkor indulok el, hanem egy gyorsan kicsit akkor... Nem nősz nagyon be? Nem. Ez így normális? Tudom, én most körülbelül normális, a vállam még egy picit beljebb jön, és akkor tökéletes, és elvileg középen vagyunk, és akkor mehet igazából. És akkor hajrá. És akkor, de is itt kéne, csak figyelj, ez nem jó. Tudod, amikor érzed... Nem jó, nem élvezed? Nem, mert... Tudod, van az a pont, hogy érzed azt, hogy ezt tehát nem fogod tudni elindítani abba az irányba, és csak időkérdés, hogy téged mikor indítanak el az időt. De ne add fel, küzd! Nem adom fel. Nem, és mutasd meg, hogy és most lenyomsz. És le is. Ez egy speciális. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez a technika része, tehát... Egyébként igen, tehát ezt is meg... Technika és a rutin. Itt igazából ez is egy sport, tehát pont erre céloztam igen. Az elején, hogy nem arról van szó, hogy odállunk, jó, van az az erőfölény, amit nyilván nem lehet egyszerűen kiküszöbölni, de hát azért erre edzeni kell, és specifikusan, ahogy mondtad, és hogyha valaki a világbajnoki címig viszi, azért azt nem véletlenül. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Hát és jövő héten világbajnokság, ezt még azért mondjuk el. Már a héten utazok, igen, mert most augusztus 17 és 25-e között Moldáviában kerül megrendezésre a világbajnokság. Minden évben van egy EB-nk, VB-nk, úgyhogy egy nagy létszámú magyar csapattal veszünk részt rajta. Valamint még el szeretném mondani, hogy szeptemberben lesz egy nagyon nagy szabású világkupánk a Judgment Day Fóton. Úgyhogy remélem, hogy nagyon sok érdeklődő lesz, és minél többen megismerik még jobban a Skandert. Hát mi érdeklődtünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk nektek további. Nagyon szépen köszönjük. Majd talán Barbie kipróbáljuk, hát és akkor lesz egy kis sikerélményem. Hát és azért ebben a sportákban egyébként.